Alapításának 15. évfordulóját ünnepelte február 20-án. A 90-es fordulat után Kolozsváron leghamarabb megnyílt magyar érdekeltségű könyvesbolt, a Gaudiamus Librarium. Az évfordulós eseményt találó módon irodalmi csemegével fűszerezték a rendezvény házigazdái. Az, hogy Kolozsváron manapság magyar nyelvű könyvet terjeszteni nem elsősorban haszonszerző vállalkozás, hanem közügy, a szép számban megjelent érdeklődőkön és újságírókon kívül az is bizonyította, hogy az ünnepi rendezvény meghívott házigazdája, Kinizsi Zoltán, a helyi önkormányzat egyik lelkes képviselője volt. A Gaudiamus üzletvezetője Weghofer Erna üdvözlő szavai után ugyanis ő volt az, aki köszöntötte a másfél évtizede kultúrzónaként is működő Gaudiamus létrehozóit és munkatársait, és elbeszélgetett az est író vendégeivel Nyári Krisztiánnal és Cserna Szabó Andrással. Az ő jelenlétüknek az adott aktualitást, hogy Nyári Krisztiánnak a múlt év végén jelent meg az Így szerettek ők című kétkötetes irodalmi szerelmes könyve után harmadik sikerkönyve Igazi hősök 33 magyar címmel, Cserna Szabó Andrásnak pedig nemrég adta ki Veszett paradicsom című novellás kötetét a Magvető, pont az a kiadó, amelynek élére ez év elején nevezték ki igazgatónak írótársát, Nyári Krisztiánt. Az Így szerettek ők irodalmi szerelmes könyv után megszületett a harmadik kötete, amiben szintén művészi dokumentaristaként forgatja a tollat. Viszont témát váltott. Mi indította erre? Engem alapvetően az emberi sorsok érdekelnek, és az emberi sorsnak sokféle vetülete, sokféle szelete van, ilyen a szerelem is, de ez nem egy kizárólagos része egy ember életének. Most ebben a könyvben inkább ilyen fordulópontokra figyeltem oda, olyan sorsfordító döntésekre, amelyek egy-egy ember életét meghatározzák, vagy egy irányba elviszik, és mondjuk az én meghatározásom szerint hős az, aki egy adott sorsfordító pillanatban képes jól dönteni, emellett a döntése mellett kitartani, még akkor is, hogyha a környezete, a szűkebb vagy tágabb környezete ezzel nem tud mit kezdeni, vagy nem ért egyet, vagy ennek ellenében akar lépni, és ezzel a döntésével egy közösségnek használ, legyen ez egy kisebb közösség, vagy akár egy egész nemzet. És hát én gyűjtögettem ezeket az életrajzokat az elmúlt években, de még nem állt össze, hogy mi tartja ezeket egyben, mi az, ami közös bennük. És aztán valamikor így egy évvel ezelőtt ugrott be, hogy tulajdonképpen ez a döntés és a jó döntéshez való ragaszkodás, és ebből lett ez a kötet. Tehát más, mint az előző, de ugyanakkor ugyanúgy emberi sorsokról szól. Igen, és amennyiben az Így szerettek ők két kötetének van egy olyan enyhén alternatív irodalomtörténet teremtő jellege, Ez mint hogyha alternatív történetírás, történelmet akarna létrehozni. Nincs, egyik esetben sincs ilyen szándékom, de az biztos, hogy szerintem a történelem az részben azoknak a folyamatoknak az összessége, amit a történettudomány leír, másrészt pedig emberi életeknek, emberi sorsoknak az összessége. Tehát a második világháború története az egyrészt a nagy történészek által leírt folyamatok, politikai folyamatoknak, vagy szociológiai folyamatoknak az összessége, másrészt pedig annak a 5-600 millió embernek a személyes, egyenkénti története, akik megélték, vagy részt vettek a második világháborúban. És a családok, az emberek is így emlékeznek vissza. Tehát amikor a saját családunk történetében a világháborúról van szó, akkor a nagypapánkra, meg a testvéreire gondolunk, akik vagy elestek a háborúba, vagy valami történt velük, vagy a nőkre, akik a hátországban voltak, de a magunk személyes történelem az emberi sorsokból áll össze. Én ezekre adtam most példákat, példaszerű emberi sorsokat megmutatva, de ez nem egy történelemkönyv, hanem egy nagyon is szubjektív válogatás. 2013-ban és 2014-ben ezek az emberek érdekeltek engem legjobban. Lehet, hogy ha három évvel korábban írom, akkor más életre azokat válogatok bele. Hogyan válogatta ki a hőseit? Hát volt, akikkel már évekkel ezelőtt foglalkoztam, rátaláltam. Én
valahogy én így vagyok bekötve, hogy engem érdekelnek az emberi életek, és mindig utána nézek. Tehát már iskolás koromban is fizika órán nem annyira a tömegvonzás elmélete érdekelt Newtonnál, hanem az élete, és akkor azt elolvastam. Vagy látok egy utcatáblát egy ismeretlen embernek a nevével, akkor utána nézek. És akkor az elég érdekes, akkor vagy a fejembe elraktározom, vagy le is írom, hogy ezzel még egyszer kezdeni kell valamit. Tulajdonképpen így állt össze ez a könyv is, volt 51 néhány nevem, és aztán az írás meg a szerkesztés során kihullottak belőle nevek, akiket még egyszer még talán újra előveszek és megírok. Mennyire ragaszkodik tényleg a dokumentumhoz hűség szempontjából? Hát próbálok, amennyire csak lehet. Ugye nehéz emberi életeket ilyen röviden rekonstruálni, tehát önmagában azzal, hogy valamit kihagy az ember, már benne van a narratívában és a saját szája ízéhez alakítja, de amit leírok, annak megvannak a ténybeli alapjai, azok az adatok, azok, amikre támaszkodom, azok valósak. De nyilvánvalóan minden leírt élettörténet, az tükrözi annak a hozzáállását is, aki leírja. Miért van szükségünk nekünk, olvasóknak arra, hogy ennek a 33 embernek, vagy esetleg később még többnek a hősiségét megismerje? Mert ez egy olyan kapaszkodókat ad nekünk, amit aztán a későbbiekben hasznosítani tudunk. Legalábbis a magam nevében beszéltek, engem ezért érdekel. Tehát mindenki szereti elképzelni úgy magát, maradva az előző például, mondjuk a második világháborúban, ő is mentette volna az üldözötteket, a gyerekeket például elsősorban. Tehát elképzeljük, akkor valahogy így képzeljük el önmagunkat. De a statisztika mégis azt mutatja, hogy 100-ból 98 ember nem mentette az üldözötteket, mert azt gondolta, hogy nem rajta múlik, túl nagy emberek döntenek azon, hogy ahhoz képest, hogy ő milyen kis ember, vagy féltette a saját biztonságát, családja biztonságát, különböző okokból. De elolvassuk mondjuk Sztélo Gábornak, a kiváló evangélikus lelkésznek a történetét, aki az életét kockáztatva megmentette több ezer gyereket a második világháború alatt. Akkor lehet, hogyha ne adj Isten hasonló helyzetbe kerülünk, akkor már ott lesz a fejünkben ez a példa, és akkor már nekünk is lépni kell. Vagy akár nagyon kicsi ügyekben. De az egy ismert szociológiai kísérlet, hogyha fekszik valaki az utcán, és mennek az emberek, akkor 10 emberből 9 tovább megy, mert azt gondolja, hogy részeg. Én is többnyire ezt gondolnám. De mindig van egy jó esetben, aki oda megy, és megkérdezi, hogy mi baj van, és kiderülhet, hogy egyáltalán nem részeg, csak rosszul van. És ezek a pillanatnyi döntések nagyon fontosak, mert ezek az emberek, akikről írtam, akik nagy döntéseket hoztak, tulajdonképpen ugyanígy jártak el, hogy nem az adott sémák szerint gondolkodtak, vagy megkérdőjelezték a többségnek a véleményét. És ez viszi előre a világot, ebből meríthetünk sokat. Én ezért írtam le ezeket a történeteket a magam szempontjából, de mindenkinek mást ad, vagy mindenki másként hasznosítja. Esetleg ezeknek a történeteknek az olvasása, vagy hogyha mi magunk is választunk magunknak ilyen hősöket, felfedezünk, az alakíthat rajtunk? Szerintem igen. Szerintem mindenképpen, mert hát ahogy az ember úgy gondolkodik a történelemről, ahogy az egyébként a szépirodalmi olvasmány élményeiben van. Persze olvasunk történelemkönyveket, meg tanuljuk, de mégis amit mondjuk a török korról gondolunk, azt a egri csillagok alapján gondoljuk. És ha ezekből a történetekből mondjuk valaki kedvet kap és ír szépirodalmi alkotásokat, novellákat, regényt vagy filmre viszik adott esetben, akkor az mindig segít, hogy a következő generáció gondolkodását alakítja. Tehát, hogy meg lehet menteni a gyerekeket. Ungvári Krisztián történész mondta a könyvem kapcsán, hogy azért szereti ezeket a történeteket, mert az bizonyítja, hogy még a legbeszorítottabb, legborzasztóbb történelmi helyzetekben is mindig van mozgástér a jóra. Mindig lehet máshogy dönteni. Talán ez a fontos, és nyilván mindenkinek megvannak a saját hősei, és arra biztatok mindenkit, hogy gyűjtse ezeket a történeteket. A legújabb kötetéről sokan és nagyon sokféleképpen írtak. A fülszövegben ilyesmi szerepel, hogy végzetes szenvedélyek női nevek mögé bújtatott katalógusa. Igaz ez? Ugye a főszöveget mindig a kiadó írja, tehát nem én írom, hát ez is egy megközelítés. Hát egy művészeti alkotásnak rengetegféle megközelítése lehet. Én egyébként a úgymond most már hosszú pályafutásom, tehát 97 óta írok és publikálok,
megszoktam azt, hogy amit én írok, az nagyon szélsőséges véleményeket vált ki. És hogy vagy nagyon tetszik valakinek, vagy nagyon nem tetszik valakinek. De aztán egy idő után ezzel megbarátkoztam, tehát hogy leginkább azt nem szeretném, hogyha egy ilyen közepes, langyos visszajelzés jönne valamire. Tehát hát biztos olyan dolgok vannak benne, ami egyén függő, hogy tetszik-e vagy nem. Igen, egy kritikusa azt írta, hogy kibillent az elviselhetetlen normalitásból. Na most ez arra emlékeztet engem, hogy ugyebár vannak olyan emberek, akik feladatuknak vagy természetüknek érzik azt, hogy időnként embertársaikat ki kell lögdössék a komfortzónájukból. Erről van szó önnél is? Hát ugye a Hamvas Bélának van egy gyönyörű eszéje erről, hogy kétféle irodalom van. Az egyik a rendszerező irodalom, a másik pedig a mágikus irodalom, és a mágikus irodalom az, ami kibillent, ami eltávolít a világtól, tehát abból az életből, amiben valahogy így belesüllyedtünk, abból egy pillanat alatt elkezdünk kifelé tekinteni, és végig gondolunk olyan dolgokat, amit esetleg eddig nem gondoltunk végig. Biztos, hogy ebben a novellás kötetben vannak olyan novellák, amik kibillentenek a normalitásból, tehát rám azért nagyon jellemző az abszurditás, vagy az olyan megdöbbentő helyzetek, amik ritkán történnek meg. Úgyhogy ebből a szempontból én azt hiszem, hogy igen. És mi a baj a normalitásunkkal? Mert hogy biztosan van valami baj. Hát az a baj a normalitással, hogy nagyon, nagyon könnyen elsüllyedünk a normalitásba, és nem gondoljuk végig a dolgokat. Hát a rutin, ami a rutinnal a baj, hogy megyünk, fölkelünk, csináljuk, lefekszünk, és nem gondolkozunk el azon, hogy miért. Úgy nagy vonalakban tekintjük végig a 27 novellát, hát valahol a lét abszurditását ragadja meg. Keserűen, fordulatosan, csattanósan, ahogy a kritikusok fogalmaznak úgy, hogy pofon vagy nyakon veri az olvasót a novella vége. Miért van erre szükség? Hát valamit kezdeni kell az olvasóval. Tehát, hogy én nem hiszek abba az irodalomba, amikor az író önmagának ír. És én olvasóként sem tudom elviselni azt, amikor azt láttam, hogy az író önmagát szórakoztatja. És önmaga szórakoztatására csinál bravúrokat, és önmagának dobálja a 8 narancsot a levegőbe, és kapja el. Én azt hiszem, hogy, és ugye ezt szoktam, most már 2-3 éve tanítok egy Verk Akadémia nevű budapesti iskolába, ahol van egy ilyen novellaíró szemináriumom, és ott is mindig azt mondom, hogy azt azért előbb-utóbb, nem mondom, hogy egy novellának az elején kell tudni, de előbb-utóbb el kell jutni arra a szintre, hogy én, mint író, tudjam azt, hogy ezzel mit akarok kezdeni az olvasóval. Milyen hatást akarok elérni, valamit csinálnom kell vele. Tehát vagy meg kell nevettetnem, vagy meg kell siratnom, vagy szórakoztatnom kell, vagy el kell varázsolnom, vagy szerelmet kell neki adnom, vagy reményt kell neki adnom. Tudom, hogy ezek nagy szavak, meg közhely, meg nem tudom, de hát azért mégiscsak szerintem ez a helyzet, ugye a legnagyobb művészet az, amikor mondjuk egyszerre siratom meg az olvasót, és egyszerre nevettetem meg, hát ezt csak a legnagyobbak tudják. Tehát ez az irodalomnak a legmagasabb szintje. Úgy tudom, hogy önnek nagyon friss az igazgatói kinevezése a Magvető és talán az Athenaeum kiadónál, tehát talán még teljesen nem is lépett életbe, március 1-től lesz teljes érvényű. Milyen elképzelései vannak kiadó vezetőként? A Magvető szerintem a legjobb magyar szépirodalmi kiadó, nagyon nagy presztízsű kiadó, és a minőségnek egyfajta garanciája.
Tehát ezen semmiképpen nem akarok, meg nem is lenne értelme változtatni, és azokat a szerzőket, akik ma ott vannak, főleg az idősebb generációkhoz tartozó szerzőket, azokat meg kell tartani, és arra kell törekedni, hogy még több olvasóhoz jussanak el a műveik, mert ebben a túlinformált világban, amiben élünk, nem magától értetődő. Az én fiatal koromban még nyilvánvaló volt, hogy Eszterházy Péter írt egy új regényt, és azt meg kell venni, és el kell olvasni. Nem kellett hozzá különösebb kommunikációs kampány. Ma már ez nem így van. Tehát azokhoz a fiatal generációkhoz, a mai 20 évesekhez ugyanolyan eszközökkel kell elvinni Eszterházy Péter műveit, mint a fiatal íróként. A Magvetőnek van egy nagyon jó hagyománya, hogy mindig gondot fordított arra, hogy fiatal írókat fedezzen fel és adjon ki. Ezt a hagyományt továbbra is folytatni kell, és nyilvánvalóan ez is az egyik célom, hogy még vonzani oda fiatal írókat és költőket. És amihez talán én kicsit értek, az az, hogy megtalálni új olvasókat. Mert nem csak Magyarországon, hanem az egész világon csökken az eladott könyvek példányszáma, a szépirodalomé is, és hát meg kell találni azokat az eszközöket, hogy hogyan visszük közelebb az olvasókhoz egyébként ezeket a nagyon fontos és mindenképpen kiadásra érdemes műveket. Úgy hallottam, hogy még mielőtt teljes joggal elfoglalta volna a Magvető igazgatói székét, már felfedezett valami érdekességet a Magvetőnél megjelent szerzők gyökereit illetően. Igen, hát én szeretek, mondtam így, az életekkel szórakozni, de persze ezekről a szerzőkről nem írnék, csak megnéztem, hogy kik is a magvetős szerzők, amit olvasóként persze valamennyire tudtam, de így összességében nem gondoltam bele soha. És az az érdekesség, hogy nyilván a legtöbbjüknek már csak a nagyszámok törvény alapján budapesti kötődése van, de mindjárt a második helyen Kolozsvár szerepel. Tehát van a Magvetőnek, ha jól tudom, 14 vagy 15 olyan szerzője, aki vagy itt Kolozsváron született, vagy hosszú ideig itt élt, és a harmadik helyen egyébként Szeged áll, de hát a második legfontosabb város a Magvető szempontjából az Kolozsvár. Én erre egyébként a jövőben is építeni kívánok. Nagyon izgalmas irodalmi teljesítmények születnek Erdélyben és itt Kolozsváron is, és hát szeretném, hogyha még a jövőben is sok fiatal kolozsvári szerzőnk lenne. És teljesen véletlen, hogy ide ehhez az asztalhoz ültünk le az interjú kedvéért, mert itt van mondjuk Potocki Lászlónak a könyve, aki egy nagyon fiatal, tehetséges kolozsvári szerző, és most készítjük elő az első regényének a kéziratát, és mindenkinek csak ajánlani tudom, és hát ilyesmikkel fogunk foglalkozni a jövőben. A Gaudiamus könyvbemutatóval egybekötött évfordulós ünnepsége záró mozzanataként a két író a könyvesboltban fellelhető köteteit dedikálta az olvasóknak. Hát nehéz dolog úgy beszélni egy könyvesboltról, hogy nem minősüljön reklámnak, pedig hát, hogyha színvonalasan űzik a könyv és a kultúra terjesztése, igazán közügy lehet. Vendégeim a stúdióban Weghofer Erna, hát ő könyvkereskedő, jól mondom, igaz? És Kós Ferenc egyetemi tanár és könyvesbolt tulajdonos. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi vezérelte 15 évvel ezelőtt önt arra, hogy hát könyvesboltot nyisson Kolozsvár belvárosában? Misszió volt. A 90-es évek közepére annyira megerősödtem, mint vállalkozó, hogy úgy gondoltam, hogy nekem misszióm van, majd én fogom megmenteni a kolozsvári könyvpiacot. A 90-es évek elején nagyobbik testvérünk üzérei kamion számra hordták ki Erdélyből a festményeket, az értékeket, a könyveket. Én kis erdélyi keverék vagyok, és úgy éreztem, hogy minden ilyen kimenő kamion egy kis bört is visz rólam. Ezen változtatni kell. Hát nyilván a festményekhez nem volt elég pénzem, a butorokat nincs hova rakni. Maradtak a könyvek. Maradtak a könyvek. Abban gondolkoztam, hogy felvásárolom a könyveket, és itt tartom őket Kolozsváron. Tehát először egy antikváriumban gondolkoztam, aztán utána jött, hogy ha most már régi könyvek vannak, akkor legyenek új könyvek is. Így született meg a könyvesbolt gondolata. Na most ugye egy könyvesbolt fenntartásához
Pénz kell, jó személyzet kell, és hely kell. Annyi pénzem volt, a szakembernek itt volt Erna, a hely. Egy könyvesboltnak a helyfoglalás olyan, mint egy szobornak. Ha sikerül egy szobort elhelyezni a város központjában, az a hely már a miénk, az a hely már a kultúrájé, ott már nem lehet fast food. Tehát a központban gondolkoztam, a Szentegyház utcában volt egy lankadó könyvesbolt, egy udvarhelyről működtették távvezérléssel. Persze, hogy nem ment. Ezt akartam megvásárolni. Illetve hát ezt vásároltam meg, kifizettem a kért összeget. De hát ez egy külön történet, mert miután kifizettem az összeget, elmentem udvarhelyre, hogy rendezzük a papírokat. A mérleg egy A4-es papír volt, bal oldalán 80, jobb oldalán 100 millió lej. Mondtam a könyvelőnek, hogy ez nincs igazán rendben. Erre a válasz az volt, hogy nyugodtan mondjam meg, hogy ő mit, hova írjon, és hogy mennyi legyen a végösszeg. Hát mondtam, hogy akkor legalább 200 millió legyen, beírta a 200 millió, és akkor mi beárasztuk az összes könyvet, ami a könyvesboltban volt, 200 millióra. Ez persze az átverések vígjátékának csak az első felvonása volt. Nyilván utána azzal folytattuk, hogy átmentünk Magyarországra könyvet hozni. Az első kiadóhoz bemegyünk, szívesen fogadnak, erdélyek vagytok, kávéval kínálnak. Ők a szemközti nagykereskedőn keresztül forgalmazzák a könyveiket, menjünk át oda. Átmenjünk a szemközti nagykereskedőhöz, mondjuk, hogy kik vagyunk, milyen céget képviselünk, mindenki elfehérődik. Két markos legény beáll az ajtóba, a főgóré pedig bejelenti, hogy innen már pedig el nem megyünk, ameddig a 20 ezer euró tartozást ki nem fizettük. Magyarázkodom. Nem én vagyok én. Én nem vagyok én. Szorozzuk be lambdából, hát ha kevesebb. Fröhlich tanár úr, kettesnek írja az egyest. Meg különben is mostanában ne tessék az iskola felé menni. A kaput kiemelték. Átalakítás van. Nincs is kapu. Nem lehet bevenni. Egy-két hét múlva. Magyarázkodom, Karinti szerint mi kiengednek. Az utolsó felvonás, a nem tudom hanyadik, az ezelőtt vagy 6 éve volt, amikor telefonálnak az adóhivatalból, hogy van egy cégi autónk, amiért 8 éve nem fizetünk adót. Jelentkeznénk esetleg az udvarhelyi polgármesteri hivatalba kifizetni ezt az apró összeget. Ezt a pici autót elfelejtették nekünk átadni. Körülbelül ennyit a könyvüzlet hőskoráról. Hogyan látja az üzletvezető? Sikerült megmenteni a kolozsvári magyar könyvpiacot? Az üzletvezető az híven asszisztált minden ilyen eseményhez, hogy úgy mondjam, és én azt hiszem, hogy a Gaudeamus ettől lett Gaudeamus, hogy ennyi mindenen át kellett menjünk. Nem találtuk, és nem találjuk most sem ennyire tragikusnak az új könyvpiacot Kolozsváron, de bízom, mi is kapkodjuk a fejünket az utóbbi időbe. Mi a titka a jól működő könyvterjesztésnek? Egyáltalán van egy recept erre? Hát az, hogy jól működő könyvterjesztés, vagy nem jól működő könyvterjesztés, azt én így nem tudom megmondani. Én azt tudom, hogy egy céget vezetek, és a számok önmagukért beszélnek. Na most ugye, akkor, amikor egy könyvesboltba bekerül az ember, akkor azt hiszik, tehát az első reakció az olvasóknak, barátoknak, hú de jó, mert te mennyit olvasol, és hú de jó, hogy rengeteg időtök van, mert ott úgyse kell csinálni semmit. Tényleg sokat olvasol? Most már én is megkérdezem. Hát az utóbbi időben tényleg próbálunk, tehát muszáj időt szakítani arra, hogy megismerjük a könyveket, mert akkor, amikor 15 évvel ezelőtt elkezdtük a Gaudeamust, akkor volt egy X számú kötet, ami beérkezett havonta a könyvesboltba, ennek ma már a 10-15-20-szorosa érkezik. Mire kell odafigyelnetek? A vevőkre, és az ő kívánságaikra. És ez elég ahhoz, hogy jól működjön? Igazából igen, mert ez a kiinduló pont, és akkor onnantól kezdve beszélgetünk el arról, hogy mit, hogyan kell csinálni, mi kell plusz, mi kell minusz, miből kell visszavenni, mihez kell hozzáadni.
ezelőtt 15 évvel mondjuk úgy, hogy behoztunk, mondok egy számot, de tényleg példa, egy kötetből 100-150 darabot árultuk. Igen. Heteken, hónapokon, éveken keresztül. Nem ezekben a számokban gondolkozunk már, sokkal kisebbekben, viszont sokkal gyakrabban kell árut hozni, kell a kínálatot frissíteni, és akkor visszaadom a szót, mert igen, a mikrofonon. Igen, probléma megoldva, úgyhogy a gondolatot lehet nyugodtan folytatni. Ti is tudjátok, hogy 1500 évvel, 30 éven keresztül nem változott a divat. Ma elég, ha egy divat hullám 30 napig kibírja. Ugyanígy éltük az életünket. Én batizi falusi családból származom, nagyapám az év végén vonalat húzott, ez történt a tavaly, ez lesz jövőre. Mi 50-szer gyorsabban élünk, valahogy egy állandó rohanásban, és mindig a jövőnek próbálunk megfelelni. Ez a jövőnek való megfelelés, ez nyilván átalakít mindannyiunkat, hiszen én is arra kényszerítem a munkatársaimat, hogy mint trofimama cseresznyi és kertben állandóan tanuljanak, a tanulás kényszerében éljenek. A tanulás eredménye tulajdonképpen az, hogy Erna a könyvmozgás struktúráját alakította át, tehát ebben a pillanatban körülbelül egy hetes ritmusban reagál arra, hogy mi történik a könyvpiacon, illetve hogy a nézők mit kérnek. Hűha. Tehát az, ami ezelőtt 15 éve nem volt szükséges, azt ma a piac, pontosabban az olvasók megkívánják. Ha a Nőklapjában megjelenik egy cikk egy könyvről, az következő héten legyen itt. Uh-huh. Tehát ez egy komoly kihívás, bárki nem tudja akkor ezt csinálni. Tehát lényegében térben, távolságban és időben dolgozunk, tehát azt kellett nekünk lerövidíteni. Most például kíváncsi lennék arra, hogy van-e különbség, illetve mi a különbség egy magyar tulajdon, illetve egy román tulajdon könyvesbolt között? Semmi. Itt Kolozsváron. Könyvesbolt. Nincs? Nincs. Nincs. Tehát akár a magyar, akár a román könyvesbolt ma attól működik jól, hogy gyors, hogy széles a választéka, és hogy nagyon jók a munkatársai. Uh-huh. Tehát a munkatársak tudásán és gyorsaságán alapszik a könyvüzlet működése. A 15 évvel ezelőtti receptek ma biztos nem működnek. Tehát még az sincs, hogy esetleg forgalmasabbak a román könyvesboltok a lakosság számaránya miatt. Nem. Hát hogyha nem. Matematikát igen. Vesszük alapul, akkor igen, igen de nem feltétlenül, mert ugye van különbség olvasó és olvasó között, és most lehet, hogy nem szép, hogy azt mondom, de van különbség román olvasó, magyar olvasó, és ugye mivel nekünk több nyelven vannak könyveink, német olvasó meg angol olvasó között is. Tehát egész biztos az, hogy a könyvesboltnak igen sok román olvasója van, mert a könyvüzlet, mivel ráállt arra, hogy gyors, akár angol, akár német nyelvű könyveket is, azon a bizonyos egy héten, két héten belül behozza. Ha ez tulajdonságává vált a könyvüzletnek, és ez elterjedt, ez adja a könyvüzlet profiliát. Lehet, hogy ez az, amit mások nem csinálnak utánunk, ez a mi előnyünk. És már megszokták a vásárlók. Most már egyre ritkábban illunk kézzel, papírra, ugye? Egyre ritkább ez a jó szokás. Ugyanígy az olvasási szokásoknál is már előfordul, hogy az elektronika vívmányait használjuk, és nem könyvből olvasunk. Ez mennyire érződik az olvasási szokásokon? Na hát nekem erről van egy saját történetem, egy személyes tapasztalatom. 1973-ban én negyedéves egyetemista koromban úgy tudtam, hogy én vagyok az új világ megváltó, és nekem kell a zenei szakmát úgy általában megváltoztatni. Angol dokumentáció alapján építettem egy hangszintetizátort, és ez a készülék működött is, zajokat, zörejeket, ajtónyikorgást, és mi egymást kitűnően lehetett rajta produkálni. Igen, de az én célom tulajdonképpen a hangszerek, a zenészek, illetve a karmesterek helyettesítése volt. Tehát én lelki szemei előtt láttam, hogy én egy hatalmas stúdióban ülök, és a zenészek, karmesterek sorba állnak belépőjére. A készülék elkészült,
sok mindent produkáltunk rajta, csak egy dologgal nem haladtunk előre, a hangszerek utánzásával. Az nem ment semmiképpen. Azért nem ment, mert a készülék csak művi hangokat tudott előállítani, csak elektronikus hangokat tudott előállítani, nem volt benne a tökéletes és a tökéletlen keveréke, ami emberi jellemző, és amely a valóságos, természeti hangszereket is jellemzi. Különben azóta 40 év alatt kb. 4 millió szintetizátort adtak el a világon, ettől teljesen függetlenül a Kolozsvári Szimfonikus Zenekar nagyon jól megvan az én készülékem nélkül. Van még egy dolog. Nem volt teste. Tehát kijön egy kütyűből egy hang, nincs teste. Behunyom a szemem, mikor zenét hallgatok, magam előtt látom a zenekart. Ha kijön az elektronikus kütyűből az a valami, az a hang, madárcsicsergés erdőben, fák nélkül, madár nélkül. Ugyanígy vagyok az elektronikus olvasóval. Igen, ugyanez a helyzet. Kijön belőle a szöveg? De képzeld el, olvasd el a háború és békét elektronikus kütyűn. Meg is bolondulnék. Igen. Igen. Tehát ez a tapasztalatom. Az elektronikus olvasó az lehet egy újabb hangszer, megfelelhet a hangszintetizátornak, de soha nem fogja helyettesíteni a könyv testét. Sajnos lejárt az időnk, most súgják a fülembe, pedig még annyit kérdeztem volna. Nagyon röviden, egy szóban. Úgy érzik, hogy lejárt a Gutenberg galaxis kora, mert sokan ezt vészmadárkodják. Nem, ugye? Nem, tehát én azt hiszem, hogy az olvasók száma az gyarapszik. Mindegy, hogy mit olvasunk, tehát ezen most lehet vitatkozni, hogy klasszikust, modern, kortást, akármit, de az nem igaz, hogy az emberek nem olvasnak. Akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen.